Én, Dr. Eszter Margit, esküszöm, hogy Magyarországhoz, annak népéhez, az alaptörvényhez hű leszek. A pályakezdő orvosok, gyógyszerészek és ápolók eskütételével vette kezdetét a Békés megyei központi kórház Pándi Kálmán tagkórházában a névadóról elnevezett hagyományos megemlékezés. Ilyenkor adják át az intézmény legnagyobb elismerését, a Pándi emlékérmet, melyet idén Bányai Tivadar belgyógyász főorvos, a fertőző osztály vezetője vehetett át. A kitüntetettet több évtizedes munkája során a betegségek felfedezését követően a gyógyítás sikerélménye motiválta. Szerettem kutatni, mármint betegségek után kutatni, kideríteni, hogy mi a betegségnek az oka, milyen betegségről van szó. Ez olyan, mint egy nyomozás a mi szakmánkban, mint egy ismeretlen tettes után nyomozunk, és azt követően, miután megtaláljuk a betegségnek az okát, akkor nekiállunk a gyógyításnak. Mind a kettő jó érzéssel jár, egyrészt amikor megtalálja az ember az okot, illetve a betegséget, másrészt, hogyha sikerül meggyógyítani a beteget, ez két sikerélmény egyszerre. Az eseményen idén is gazdára talált a Pándi nővér elismerés, melyet Enyedidén Szegedi Gabriella érdemelt ki, a betegek iránt érzett empátiájával és a hivatása felé tanúsított alázatával is. Gyermekkorom óta szerettem volna egészségügyben dolgozni, édesanyám is egészségügyben dolgozott, csak ő bölcsödében. Kezdetben azt foglalkoztatott, és ahogy növögettem, úgy fordultam a beteg emberek irányába, hogy inkább velük szeretnék foglalkozni és rajtuk segíteni. A két kórház egyesülését követően ebben az évben adták át először a Réti nővér elismerést, ezt Farkas Éva, a Békés Csabai tagkórház főnővére vehette át, aki nagy megtiszteltetésnek tartja a díjat, amely sok erőt ad számára a hétköznapokban végzett munkája során. Nagyon nehéz ez az ápolói hivatás, ezt gondolom sokan így gondolják, de úgy érzem, hogy nagy kedvelés, nagy szeretettel csinálom. A főnővéri munka különösen nehéz, nagyon sok összetevője van a munkának, de egy ilyen díj, mint például ez egy nagyon nagy lendületet ad a további munkához. A megyei központi kórház vezetésnek fontosnak tartja, hogy az intézmény dolgozóit ilyen formában is megbecsüljék, így köszönve meg áldozatos munkájukat. Egyrészt a évek, évtizedek alatt végzett áldozatos munkát, magas szakmaiságot tüntetjük ki ezzel, és mindenféleképpen fontos szempont az, hogy legyenek olyan kollégák, akik ezt megérdemelve tovább öregbítik az intézménynek a hírnevét is. Bányai Tivadar a hagyományoknak megfelelően egy emlékfát is elültetett a Gyulai Kórház udvarán.